A mai videót picit régebbről kezdjük. Tekerünk vissza augusztus 12-höz. Már nem is. Tekerünk vissza még többen. Körülbelül, amióta kirepültem otthonról a családi fészekből, hát valljuk be, már ezt Henry lehet jobban mondta. Tesó, amióta Pesten nézd van, meg azért egy picit azért elhíztunk. Ez így is volt. Elkényelmesedtem, nem feltétlenül az edzés és a táplálkozás volt a kedvenc hobbim, amivel a legtöbbet foglalkoztam. Nem mondom azt, hogy nem sportoltam, mindig is imádtam sportolni, csak valahogy az elmúlt időben nem fordítottam annyi figyelmet erre a területre. Tekerjünk újra előre augusztus 12-hoz. Amint tudjátok, én szeptemberben 50 videót töltöttem fel nektek, és igyekeztem mindent megosztani veletek, ami velem történik. Szerettem volna egy olyan videót készíteni nektek, ahol 30 napon keresztül minden reggel megcsinálok egy hasizom edzést, és megnézzük, hogy mi lesz az eredménye. 30 napon keresztül minden reggel 10 percen keresztül szeretnék felülésezni, hasizmozni. Amint tudjátok, ekkor még a közeli országokban lehetett utazgatni, és hát amellett, hogy Ausztria egy gyönyörű hely, vannak olyan finomságai, amiket imádok. Ám kicsit nehezítették ezt a feladatot. A videó elmaradt, ennek ellenére próbáltam betartani a reggeli rutinomat, plusz elég mozgalmas napjaink is voltak annó. A szeptembert most skippelném, mert 50 videó mellett kb. Semmire nem volt időm, és a Kompass ruhamárkát is ekkor készítettük el nektek. Ja, amúgy pulcsik már nincsenek, de pólókat még el tudtok kapni, hogy ügyesek vagytok, link a leírásba csekkoljátok le. És ez a videó is végül elmaradt. Ám októberben megkeresett valaki. Tari Ádám. Ő kihívott engem egy 30 napos kihívásra, és annól beszéltünk is telefonon, ami valahogy így nézett ki. Kérdésem az lenne, hogy mi lenne most neked így a célod, fitness célod? Mit szeretnél most? Hát, figyelj, izmot nem szeretnék veszteni. Azt nagyon nem akarom, viszont kicsit azért úgy hát így szívesen szálkásodnék, szóval hogy úgy definiáltabb szeretnék lenni. Ami az edzéstermet illeti, az az, hogy mióta edzel, voltál már edzőteremben, ez azért lenne fontos, hogy meg tudjam alakítani, hogy kezdő vagy-e, vagy középhaladó, esetleg haladó szinten vagy-e. Nem áll messze tőlem a sportolás, szóval szinte minden, nagyon sok sportágat, mindent azért nem, de nagyon sok sportágat kipróbáltam már. Edzőterembe járok edzeni, a heti, hát kétszer biztos, de háromszor inkább. Aha, hát akkor egy középhaladó program mehet neked edzéstermet illetőleg. Jó, étrend, figyelj csak, annyi kéne, hogy hány kiló vagy, hány kiló szeretnél lenni, illetve milyen magas vagy. 77 kiló vagyok, 176 magas. 76 magas. Jó, illetve még annyi kéne az étrendhez, hogy van-e olyan kaja, amit esetleg nem szeretsz, vannak-e esetleg így, amit szeretsz? Mindent megeszek igazából, a gombát az kicsit úgy lehet, hogy kerülném. Akkor gombát kihagyjuk. Van-e éte, allergia, intolerancia esetleg, amiket nem ehetsz, tudod? Hát, macska, nem ehetsz. Jó van, Barnikám, miért egy e-mail címet kérnék szépen, és akkor nem sokára kész vagyok vele, és küldöm neked, jó? Jó, szuper, köszi szépen. Ez így is lett. Kaptam Ádámtól egy étrendet és egy edzéstervet. Kezdjük az edzéstervvel. Háromféle napra volt lebontva az egész, és heti ötször kellett edzenem. Húzó, toló és lábnapok voltak. Szerencsére a gyakorlatokat már ismertem, így ezzel nem volt gondom. Mellékinfó, próbáltam összeguberálni nektek pár edzős anyagot, de a hirtelen meghozott rendkívüli rendelkezés miatt nem jutottam el az edzőtermi vágóképekig, úgyhogy bocsánat emiatt. Az étrend. Előre leszögezném, nem vagyok se testépítő, se étkezési tanácsadó, de valamennyire azért kapizsgálom ezt a dolgot. A testünk akkor fog fogyásnak indulni, ha kevesebb kalóriát viszünk be, mint amennyit elégetünk. Minden étel három dologból áll össze. Fehérjékből, szénhidrátokból és zsírokból. Vegyünk alapul 100 g csirke mellett. 2,6 g zsír van benne, 22,5 g fehérje és nulla, azaz nincsen benne szénhidrát. Ez az egész pedig így 120 kalóriának számít. Beszéljünk még röviden kicsit a táplálék kiegészítőkről is. Srácok, benne van a nevében is, ezek kiegészítik a táplálékot. Nem helyettesítik. Ezekre akkor van szükség, ha már maga az alap étrended rendben van. Ezeket az üres dobozokat szoktam általában podcastekben is pakolgatni. Nekem minden gramra pontosan ki volt mérve. Minden. Nagyban megkönnyíti a dolgodat, hogyha leméred a dolgokat, és utána ezeket külön becsomagolod, és minden reggel kiveszed a mélyhűtőből, és akkor megvan, hogy aznap mit kell enned.
Nézzük meg, hogy pontosan egy napi kaja nekem hogyan nézett ki. Amit itt láthattok, az egy napi kajám. Pontosan, gramra pontosan kimérve. Menjünk sorba szerintem. Ez itt a reggelim. Ebből nyilvánvalóan nem az egész, hanem csak egy kanállal. 30 g fehérjepor, 60 g zab és 60 g gyümölcs. Hát általában málna, áfonya, szeder. Viszont reggelire általában nem fagyasztott gyümölcsöt szoktam használni, pedig fagyasztott gyümölcs van felírva, hanem friss gyümölcsöket, mert valahogy nem tudom. Indul a nap, friss, én azt nem tudom, ezt így jobban szeretem. És ezzel én el vagyok utána egy 3-4 órát biztosan. Úgyhogy ez összességében nem szoktam régen. Én régen mindig tojást tettem, és nekem kicsit szokatlan az, hogy ilyen sok zabot eszem. Zabosi. Úgyhogy főleg még így a fehérjével, ez az egész megfőve, ez engem bőven eltelít, egy ilyen 3-4 órát biztos. Ebéd. Amit itt láthattok, fókusz, az az ebédem. Ugyanis, hát igazából ez kettő ebéd, mert 5 étkezés van egy nap, úgyhogy ez itt kicsivel több, de azt tudom, hogy 60 plusz 40, 100 gram nem főzött, kifőzetlen rizst ehetek egy nap. Úgyhogy ebben általában meg szoktam hagyni egy kicsit, ezek ilyen előre megcsinált rizsek. 100 g rizs. A brokkolinál szoktam egy kicsit trükközni, mert az egyik, azt hiszem, cétla van felírva, úgyhogy összességében 100 g fagyasztott zöldség, plusz egy paradicsom, vagy cétla van még felírva a második étkezésnél. Azt én általában el szoktam hagyni, és inkább az első étkezésnél szoktam több brokkoli tenni. Összességében nem tudom, miért alkoholos pohárban vannak ezek. És kétszer 140 g csirke van nekem felírva, ami meglehetősen kevés. Ezt egy kicsit sajnálom, én nagyon szeretem a húsokat, nagyon szeretem a marhahúst, nagyon szeretem a halakat, a kacsát, minden nagyon szeretek, úgyhogy ezt egy kicsit sajnálom, hogy ez kevés, de így ki... Ez a nehéz része. Ja nem ez a nehéz része. A nehéz része az most. Általában ezután edzek, úgyhogy van egy shake is az edzés után, ebben van egy banán, egy kanál fehérje, és ennyi. Talán néha mandulatájá szoktam feldúsítani ezt az egészet. De a nehéz része. A nehéz része számomra abszolút a vacsora, ugyanis kettőfajta verzió van, az egyik az a tojásos vacsora, azt annyira nem, azért nem szeretem, mert sokáig tart, és ez viszont sokkal egyszerűbb, szóval ez gyorsan megvan, ugyanis, ha jól tudom, akkor 150 g túrót és 120 g joghurtot, már kívülről folyam egyébként, szóval kívülről tudom gramra pontosan, hogy mennyit kell ennem egy nap, mennyit szabad ennem egy nap, mennyit ehetek egy nap, és 70 g fagyasztott gyümölcsöt. Én ezt általában ezt az egészet összeturmixolom. Ezt az egészet úgy, ahogy van, összeöntöm, és este én ezt egy perc alatt letalom. Ez a nehéz része, ezt nem mondom azt, hogy ez finom, meg ez, hogy ez tök jó így, ez lehet jobb lenne összekeverve, és nem tudom, gyorsabb, én ezt általában megiszom, az piff, jól vagyok egész este, ezt így szoktam megoldani. Viszont mi van akkor, amikor valamit nagyon megkívánok, és igazából nem szabadna ennem? Ez nagyon érdekes. Én is nyilván ember vagyok, én is hülyét kapok akkor, hogyha mondjuk a testem elkezd fogyni, és kívánom a dolgokat, viszont megtanultam úgy csalókajákat fogyasztani, hogy talán ez még egy fokkal jobb. Szóval legalább ilyen egészséges módon csalókajákat. Ezt így nem tudom elmagyarázni. Ugyanis nagyon sokszor előfordult, hogy este megkívántam egy kis édességet, és ahelyett, hogy magamba beletoltam volna egy csokit, vagy magam öntöttem volna egy chipset, egy pohár vaníliás mandulatért ittam meg, ez nagyon finom, ez eszméletlen finom. 100 g-ban 3,8 szénhidrát van, úgyhogy szerintem ez még egy pohár azért, nem tudom, ez nekem nagyon jól esett, és szerintem pont ezt az édességhiányot elégítette ki nálam, ezt a táblacsoki helyett most inkább ezt választottam, de pedig mondjuk egy Milka Novaszettet nagyon szívesen megettem volna bármelyik este. És természetesen a mandulát is nagyon szeretem. Úgyhogy ez például reggel használtam néha, hogy úgy éreztem, hogy nagyon, nagyon fáradt vagyok, vagy nem tudom, nagyon ilyen rossz kedvem van, akkor a zapkásám tetejére még egy kicsit egy ilyen 6-7 szemet rászortam, hogy kicsit úgy ropogjon, kicsit úgy jobban érezzem magamat. És a puffasztott rizs. Én régen nem csíptem. És most már van olyan, amikor este ki tudom cserélni a vacsorámat, kettő egész tojásra és három tojás fehérjére, lehet fordítva, és puffasztott rizsre rakhatok csirkemell sonkát. Ott előfordult, hogy a kettő puffasztott rizs helyett hármat.
ettem meg, és akkor mondjam, ez volt az, ami kicsit úgy több volt, de szerintem nagyon mentális egyébként. És azért nagyon mentális, mert hogyha már a tudatodban benne van az, hogy oké, te most már valamivel többet eszel, akkor lehet, hogy utána, még hogyha csak az egy kicsi is, amivel túltolod, utána tényleg leállítod magadat. Vagy nem tudom, egy nagyon-nagyon egy ilyen mentális játék ez az egész szerintem. Szóval, hogyha agyban eldöntöd, hogy volt olyan is, srácok, hogy elmentünk, és ez itt büszke voltam magamra, elmentünk Ábel és Henrivel a Mekibe egy forgatás alatt, és én nem kértem semmit. És ilyen még soha nem volt. Én nekem soha nem volt olyan, hogy elmegyek a srácokkal, és akkor jó, nem, most nem, én kihagyom. Valahogy mindig rávettek, és nagyon szeretem a kis kaját, úgyhogy nem is azzal van a izé, hanem hogy most egyszerűen tudtam, hogy most nem szabad. Szóval annak érdeke, hogy ez a videó sikerülhessen, most ilyen nem volt. Ádám megkért arra, hogy csinálják minden reggel fényképeket. Bevallom, ezt egy picit ellustultam, de csináltam egy előtte-utána képet, meg tudjuk nézni a különbséget, és ez történt. A hasam sokkal kisebb lett, ott látható talán a legjobban, illetve amit én nagyon észrevettem, hogy az arcomon mint hogy egy kicsit a tokám az eltűnt volna. Nyilván 30 nap nem elég arra, hogy most teljesen hatalmas nagy változáson menjünk keresztül, de engem megdöbbentett, hogy ennyi idő mire képes. Így nézek ki jelenleg. Ami nagyon érdekes, hogy a hasam része, az ígyétek el, hogy soha nem voltam szégyellős, de mindig olyan, én is olyan furának ez, amikor mond a nudizok videóban, de nem tudom, nagyon úgy az, hogy az a természetes. Ha reggel felkelek és így alszom és így akarok videózni, akkor így nézek ki reggel. A hasam teljesen úgy lement, hogy nem is az, hogy most izmosabb lett, vagy nem izmos, hanem hogy nem vagyok felpuffadva. Sokkal jobban emésztek, sokkal jobban, nincs ez a, hogy ez a, nem tudom, sokkal kényelmesebb érzés az egész. Tudom, hogy fura, de ezt a videót csak itt tudom megcsinálni. Ha szánunk egy kis időt arra, hogy mit teszünk, az rettentő sok mindent tud változtatni. És hogy egy kicsit odafigyelünk, hogyha tudom, hogy viszonylag könnyű helyzetben vagyok így, hogy a saját időmet én oszthatom be, és el tudom azt, megértem azt, hogyha másnak ez nem lehetséges, vagy éppen nincsen ideje erre, abszolút megértem. Ebben az esetben én kimondottan örültem, hogy át tudtam rendezni a napjaimat, tudtam figyelni erre az egész dologra, és idő után már hozzá is szoktam. Szóval megszoktam azt, hogy ez van, és most már valahogy, mintha ez lenne a természetes, legalábbis most ebben az időszakban, aztán ki tudja, lehet majd karácsonykor nem ez lesz, de örültem neki, hogy ezt megcsináltam. Kicsit ez megint egy ilyen mesélős videó volt, remélem tetszett nektek, és volt mondani valója, srácok, sportoljatok, vigyázzatok magatokra, ez a legfontosabb, inkább ezzel kezdem, sportoljatok, figyeljetek oda, hogy mit tesztek, és higgyétek el, hogy sokkal-sokkal jobban fogjátok érezni magatokat a bőrötökben. Köszönöm szépen nektek a figyelmet! Cuccok egyébként még mindig lent vannak a leírásban, pulcsikat most gyártjuk, úgyhogy azok is jönnek majd, karácsonyra lesz minden, megígérem, de még vannak pólók. Köszi szépen nektek a figyelmet, és találkozunk jövő héten egy kövő videóban. Legyen 24 órás gameplay stream a gameplay csatornán karácsony előtt? Sziasztok!